milyen jó lenne, ha én most úgy ülnék otthon, hogy csak én is fogjam magam és olvasgassak, mert bizony én nagyon szeretem ezeket a meglepő történeteket, vagy a tudományos magyarázatokat, vagy ha éppen arról beszélünk, hogy na, ezt még nem tudjuk, hogy miért van ez a jelenség, de biztos van valamilyen oka. Hát nagy szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Pusztai Sándort, az UFO magazin főszerkesztőjét. Jó estét kívánok! Akitől egy olyan egyszerű kérdést szeretnék, hogy mi is az az exopolitika? Ezelőtt néhány évvel az Amerikai Egyesült Államokban úgy gondolták, hogy akkor, amikor UFO kérdésről beszélnek, vagy UFO konferenciát tartanak, akkor a közvéleménynek egy nagyon jelentős része az csak legyintett, meg azt mondta, oh, hát valami komolytalan dologról van szó. Éppen ezért néhány tudós, és ezt nem véletlenül mondom, tehát nem is időzetben, hanem valóban néhány tudós úgy gondolta, hogy ezt az egész idegen civilizációk kutatása iránti vágyat, az emberiségnek azt a vágyát, hogy megismerje, hogy a világ mindenségben rajtunk van-e valami ismeret, számunkra ismeretlen lény, amelyek értelmes civilizációként is működhetnek. Tehát amikor ezt végig gondolták, akkor azt mondták, hogy az egészet el kell felejteni a UFO-k, azt kell mondani, hogy mi a világ mindenségre vagyunk kíváncsiak, és a világ mindenséget éppen ezért összekötötték mindenfajta tudományággal, és exopolitika néven kezdték ezt ugyanakkor kutatni. Ez nem azt jelenti, hogy vannak exopolitikai kutatók, hanem azt jelenti, hogy az exopolitikán belül különböző tudományágak képviselői próbálnak a világmindenség különböző kérdéseire választ adni. Hát gondolom, akkor itt jelennek meg először a határtudományok, amik bizonyos tudományokat igyekeznek összekapcsolni valamilyen megismerés céljából. Pontosan két dolog van. Az egyik az, hogy valóban a határtudományoknak ettől a perctől fogva felértékelődött a szerepe. Mondanám az, hogy ettől a perctől fogva, holott azért jól tudjuk, hogy egyrészt akár a egykori Szovjetunióba, ma ugye ezt Oroszországnak hívják, de korábban az Amerikai Egyesült Államokban azért elsősorban hadseregeknél folytak olyanfajta kutatások, amelyek kifejezetten a határtudományoknak a kérdéskörébe tartoznak. Tehát majd, hogy nem azt mondom, hogy távolbalátás, vagy távolbaérzékelés, vagy különböző testeknek az áthelyezésére tett kísérletek, tehát voltak ilyenek. Azonban az exopolitika egy picit még közelebb hozta ezt az egész kérdést, mert igazából a földi űrkutatásnak egy része is ma már az exopolitikába tartozik. Gondoljanak a kedves televíziónézők csak arra, hogy az elmúlt héten rendkívül nagy figyelem fordult a NASA felé, aki szinte napokon keresztül azt sugallta, hogy valami egészen fantasztikus bejelentést fog tenni. És aztán ez a hét közepén meg is valósult, egész pontosan azt jelentették be, hogy a mai földi űrkutatás eredményeként, amely nem elsősorban a földi űrhajóknak, hanem tulajdonképpen azoknak az óriás teleszkópoknak, amelyek már eljutottak a mi saját naprendszerünknek egészen a szélére, tehát ezeknek az adatok vagy ezeknek a teleszkópoknak az adatait elemezve arra a következtetésre jutottak, hogy más naprendszerekben legalább 5-6 földihez hasonló bolygót fedeztek fel. Ez pedig azért egy óriási bejelentés. Sokan csak legyintettek természetesen rá, de azok, akik UFO kutatással foglalkoznak, egyrészt azt mondták, hogy na ugye, hát ezt mi már évek óta, hosszú-hosszú évek óta mondjuk, hogy ez így van, hiszen az idegen lények innen érkeznek. Most viszont a NASA-nak ez a bejelentése azért végül is azt sugallja, hogy az exopolitikai kutatásokat addig fel folytatni, amíg ezeken a bolygókon akár értelmes, intelligens lényeket, vagy akár emberszerű lényeket is találnak. Hát ez nagyon izgalmas, és akkor már is kíváncsi vagyok, hogy ugye lesz exopolitikai konferencia. Mikor? Természetesen örömünkre szolgál. Igazából néhány napot kell aludni, hiszen egy hét szombatján lesz az exopolitikai konferencia. Az már tényleg nagyon itt van, úgyhogy aki el szeretne menni most, gyorsan rakja át a programját. Majdnem, hogyha azt tulajdonképpen, hogyha humorosan akarnám ezt az egészet elővezetni, akkor azt mondanám, hogy hát azért mi már jóval ezelőtt egy 3-4 hónappal tudtunk a NASA-nak a bejelentéséről, és ezért készültünk egy exopolitikai konferenciára. Tehát akkor ez ennyire napra kész tud lenni? Természetesen így van, de azért természetesen részben nem is így van. Sokkal inkább az, hogy az idei év azon túlmenően, hogy valóban nagyon fontos a NASA-nak ez a bejelentése, amelyet azért jó néhány kutató, és itt nem elsősorban
fokutatókra, hanem olyanokkal, akik mondjuk egyszerűen az űrhajóknak az energetikájával foglalkoznak, olyan kutatóknak, amelyek az idegen civilizáció társadalmi berendezkedései keresik, olyan kutatóknak, akik az idegenekkel történő kapcsolatfelvételt keresik. Sőt, ennek az egész exoplanetának kifejezetten érdekes ága, hogy amikor fiatalokkal vagy gyerekekkel történő idegen kapcsolatfelvételt próbálják keresni. Ez egy egészen új kutatási terület az Amerikai Egyesült Államokban. Tehát tulajdonképpen ennek a konferenciának egyrészt ez a témája, a másik pedig azt, amit valószínűleg a kedves tézinévőzők ugyancsak hosszú évek óta már tudhatnak. Az idei esztendő szintén nagyon fontos esztendő, hiszen az 1947-es Roswell-i UFO katasztrófának, ahonnan számoljuk egyébként a földi UFO-kutatásnak az időszámítását, annak egy kerek évfordulójáról van szó. Tehát szinte mindenki, vagy legalábbis nagyon sok előadó az előadásába ezt a kérdéskört valahogy érinti. Én ennek nagyon örülök, mert én úgy láttam, hogy egyébként is a média erre igyekszik, legalábbis azok a csatornák, amik ilyesmikkel foglalkoznak, igyekszik megemlékezni. Na most, ha ezt mű meg élőben, elmehetünk egy konferenciára, és szinte egy előadásból sok mindent megtudhatunk, annál nincs jobb, mert ez olyan nagyon emberi. Különleges dolgokról ember közelben beszélgetni, mert úgy tudom, hogy itt mindig van nézői fórum, ahol lehet kérdezni. Az a helyzet, hogy valóban azok a kedves tévénézők, akik már voltak ezeken a konferenciákon, azok igazából bizonyítják, tehát nem csak nekünk kell itt győzködni. Teltházas rendezvényekről van szó, és úgy, hogy a mi előadóink nem csak az alatt a 45-50 perc alatt tartanak kapcsolatban a nézőkkel, amíg elmondják a saját maguk előadását, a legtöbbször valamilyen videó vagy díjvetítéssel színesítve, hanem egyrészt lehetőséget biztosít, hogy egy külön terembe akár külön kérdéseket lehet feltenni, de ezen túlmenően a konferencia végén valóban van egy fórum, és ennek a fórumnak a keretén belül akár már napközben is, de akár ott a helyszínen is, a nézők feltehetik az egyes előadóknak, vagy akár az összes előadónak azt a fajta kérdést, amelyiket feltételesen őket érdekli, vagy őket érinti, esetleg más nézőknek is rendkívül felkeltheti a figyelmét. Egyébként olyan érdekes látni ezt a rendkívül sok előadót, okos embert, ott ülnek egy karéban a színpadon, tehát már maga az lenyűgöző, hogy a különböző cikkírókkal ott egyszerre lehet találkozni élőben. Ez egy jó hangulat. Valóban rendkívül jó hangulata van ennek a rendezvénynek, egyszerűen azért, mert nem csak a Magyar UFO-kutatók Szövetségének a tagjai, vagy éppen a legismertebb, vagy prominens személyiségei, tehát Kisfaldi Györgytől kezdve Nemere Pistán keresztül, Sós Tibor, vagy Király Kalmár Tamás, és aztán, János, fantasztikus. Hiszen ő maga az elnök, tartanak előadást, hanem sok, igen sok egészen fiatal, aki igazából most kezdi a science próbálgatását, de azért már nagyon elmélyedt abban a pici szakterületben, amelyet éppen felvállal. És ezen túlmenően valóban izgalmas az, mikor valaki úgy gondolja, hogy a saját vélt vagy valós UFO élményeit egy olyan előadónak mondhatja el mondjuk egy szünetbe, akitől vagy valami fajta tanácsot kér, vagy egyáltalán csak elmondhatja a személyes élményeit. Mindez fontos a nézőnek, de fontos a kutatónak is. Ez egyébként érdekes, még sose gondoltam arra, hogy vajon van-e utánpótlása ezeknek a tudósoknak, kutatóknak, ezek szerint akkor a fiatalok ezt választják? Tulajdonképpen két részre bontanám. Az egyik az, hogy egyrészt a nézőkben is van változás. Mi azt vettük észre, hogy megmondom őszintén, egy darabig féltünk attól, hiszen maga a magazinunk is ugye 27. évfolyamban tart, tehát azért, hogy a szerzőgárdánk is van néhány, akik kezdetektől mellettünk vannak, de szerencsére azért itt is mindig jelentkezik egy újabb generáció, aki más szemlélettel más területet kíván kutatni, tehát nem ugyanazokat a történeteket mondja el még egyszer. És ugyanezt látjuk a nézők tekintetében is. Természetesen van az a fajta korosztály, aki már 20-25 éve valóban odajár, szinte közénként, szinte hazajár egy ilyen rendezvényre, de azért azt látjuk, hogy fiatalok és nagyon sok egyetemista gondolja úgy, úgyhogy kíváncsi az idegen civilizációkra, a földi ember és az idegen civilizáció kapcsolatára, vagy egyáltalán az exopolitikának mi napjaink van a legizgalmasabb kérdései. Én ennek örülök, hiszen a téma nagyon érdekes, és ha ott lesznek az Újpesti Ifjúsági Háznak minden terme, minden szintje,
tele van érdeklődőkkel, és természetesen az előadókkal, sőt, kiállítások szoktak lenni. Úgyhogy aki teheti, akkor az most március 4-én legyen ott, ez egy szombati nap, hány órától? Reggel 9:30-tól tartanak már az előadások, és hát egészen este 7-ig tart folyamatosan. Valóban, ahogy ez elhangzott, három terembe folyamatosan mennek az előadások. Az egyik terembe időközben, vagy az egyik időszakban, ráadásul az UFO Szövetség még közgyűlés is tart. És valóban nem kell megriadni, hogy valami fajta csak egészen elvont dolgokról beszélnek itt az előadók, hanem olyan kézzel fogható eseményekről is számot kaphatunk, hogy mi történik az Amerikai Egyesült Államokban, hiszen jó néhány előadó járt, mi történik, vagy mi történt nemrég mondjuk Olaszországban, vagy éppen napjainkban milyen fajta olyan ufo-észlelések vannak, ahol az adott személyek személyes kapcsolatfelvételére került sor. Tehát azt hiszem, lesz izgalom bőven. A mostani címlapon egészen különleges, és mondhatnám úgy, hogy kedves kis lények vannak rajta, bár az ő koponyájuk is érdekes, ha emlékeznek mi múltkori adásunkra. Mi ez a hatodik fokozat? Az a helyzet, az egyik előadásunk fog is ezzel foglalkozni. Az van, hogy ezelőtt gyakorlatilag egy 40-50 évvel a mai Oroszország területén, egészen Kelet-Oroszországban, akkor természetesen még Szovjetuniónak hívták ezt a területet, olyan fajta idegen civilizációkkal történt kapcsolatfelvétel volt, amelyek rendkívül zavarba hozták az akkori részben az ott élőket, valamint az akkori katonai vezetést is. Egészen pontosan arról van szó, hogy az elmúlt időszakban a KGB nyilvánosságra hozott néhány olyan jelentést, amelyik 1948-ban, 50-ben és 52-ben olyan fajta UFO észleléseket, UFO találkozásokat írt le, amelyek a távoli Szibériában történtek. Nem új dolog egyébként a Szibéria helyszín sem, hiszen azt hiszem, akik UFO kutatással foglalkoznak, azok talán jól tudják, hogy 1908-ban már volt Szibériában egy egészen fantasztikus UFO katasztrófa, amelyik lázba hozta ott azt a világot, és hivatalos állami kutatócsoport ment ennek a feltérképezésére. Nos, de azért jöjjön közelebb, tehát 1948-ról, 50-es évekről van szó, amikor is jó néhány település, jó néhány faluban rendszeressé váltak az UFO észlelések, míg nem egy alkalommal itt is egy UFO katasztrófára került sor, és az UFO katasztrófa során az ott leszuhant csészeajban találtak éppen a címlapon látható lényekhez hasonló idegeneket, akiknek azután úgy tűnik, és ezt majdnem idézőjelben mondom, szinte a megmentésére más űrhajók, más lénye is idejöttek a Földre, és megpróbáltak kapcsolatot teremteni az ott élő földiekkel, tehát az ott élő muzsikokkal, parasztokkal, hogy mi lett az ottani lényeknek a sorsa. Nos, ebben próbál valami fajta igazságot tenni, vagy éppen helyszíni bejárást tenni ez a cikk. Nem akarom elmondani az egészet, hát olvasok, de nagyon izgalmas, és még egyszer mondom, erről is szó lesz az egyik előadásban. Akkor érdemes már csak ezért is egy konferenciára menni, meg hát tényleg ebben a műsorban nem tudunk mindent elmondani, pedig ha csak ránézek, hogy repülőteknősök, ezek olyan különleges címek, amik nem is tudom, hogy mi minden van mögöttük, vagy például a Marsvita, most tényleg nagyon sokat lehet hallani róla, és önöknél folytatódik ez. Az a helyzet, hogy a Mars sokan nevezik vörös bolygónak, van, aki azt mondja, hogy ez egyáltalán nem is olyan vörös, mert sokkal inkább valami lilás gépeket lehet ott látni, de mivel én saját magam nem voltam ott, nem tudom eldönteni. Lilás, akkor már nem is kell. De egy bizonyos, hogy mivel az ember készül a Marsra, éppen ezért lényegesen többet foglalkozik a nemzeti sajtó a Marsnak a felületével. Ráadásul azért egyre több olyan felvétel kerül napvilágra, amely az ott levő különböző Mars járművekről érkeznek ide a Földre, és amelyek közelebbi és távolabbi felvételeket készítenek. És aztán ezeket a közelebbi és távolabbi felvételeket azután bárki ellenőrizheti, hiszen a NASA azt követi, hogy kirakja a frissen levő
kész felvételeket a saját honlapjára, és azok a kutatók, akik ezzel a kérdéssel szeretnek foglalkozni, apró sziszifuszi munkával nézegetik ezt végig, és próbálják elemezni, hogy mikor, hol, mit látnak. Azt hiszem, hogy a nézők is emlékeznek rá, hogy itt aztán ülő alaktól kezdve gyufásdobozon keresztül különböző építményekig sok mindent láttak, vagy vélni láttak, vagy felfedezni véltek ezeken a fotókon, és aztán ebből akár a tudományos szakemberek, akár az űrkutatók, akár pedig az egyszerű érdeklődők más és más magyarázatokat adnak az itt levő látványosságokra. Ennek próbálunk utána nézni, amikor azt mondjuk, hogy hát a Marsról való vita a mai napig tart, igazából ez akkor fog véget érni, amikor valóban a földi ember eljött a Marsra, és aztán személyesen győződhet meg arról, hogy nos, ezt meg ezt láttam, vagy éppen ezekkel meg ezekkel találkoztam. Igen, mert én is gondolkodtam azon, hogy néha látjuk ezeket a képeket, de hogy mennyire befolyásolhatja a valóságot, hogy nekünk azt ugye meg kell világítani, hogy egyáltalán láthassunk, és azért az árnyékok meg a fények biztos, hogy nem pontos képet adnak róla. Ez valóban így van, de azért mindig óvatos vagyok, akkor is, amikor határozottan igent kell mondanom, meg akkor is, amikor el kell utasítanom valamit. Az utóbbi időben jellemzővé vált, ugye, hogy a nemzetközi űrállomás környékén egyre több alkalommal látnak azonosított repülőtárgyakat. A magyarázat nagyon sok esetben szinte kézzelfogható, azt mondják, hogy részben leszakadt űrdarabok, meg különböző olyan űrjárművek, amelyek már használaton kívül vannak és kerülnek a világűrbe, és éppen úgy világítja meg a nap, vagy valami, amiért felfedezzük, vagy éppen meglátjuk őket. A problémák akkor vannak, amikor egyszerre egy-kettő, illetve nem egy, hanem kettő vagy három teljesen párhuzamosan mozgó ismeretlen jármű, vagy ismeretlen fényforrást vesz észre valaki ezeken a felvételeken, amelyeket ugyancsak ugyanáz a nyilvánosságra hoz, és mikor ezek feltűnnek, akkor furcsa mód 10-15-20 másodpercen belül a NASA gyakorlatilag blokkolja a képeket, és nem lehet továbbiakban ezeket látni. Akkor, amikor valaki ilyen képeket lát, akkor természetesen elgondolkodik, hogy nos, akkor valamit most akarnak eltitkolni előlünk. Itt tartunk most. Nagyon szépen köszönöm. Ugye mennyi érdekes kérdés merül fel? Remélem, hogy ha legközelebb megmagyarázatlan jelenségekről beszélgetünk főszerkesztő úrral, akkor is figyelni fognak minket, aki pedig teheti, március 4-én menjen el az exopolitikai konferenciára. Köszönöm, hogy velünk volt. Én is köszönöm, szeretettel várunk mindenkit.